most megint mondok valamit, amitől sikító frászt fog kapni a magyar közönség, de egy háború lezárásának a legbiztosabb módja az, hogy megnyered azt a háborúkat meg kell nyerni. Úgyhogy akkor van egy ellen, ki kell mondani azt, minden reggel, amikor fölkelünk, bele kell nézni a tükörbe, és azt mondjuk, hogy van olyan ellenség, és van olyan győzelem. Itt a Kontextus csatornán minden héten bemutatunk egy néhány perces részletet az aktuális Jeszenszky kalandból, abból a két órás beszélgetésből, amely a Társ csatornán látható, ugyanígy a YouTube-on. A mostani beszélgetésben a partnerem Robert C. Kastel, mindenki által, vagy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokak által ismert geopolitikai elemző, Izraelben élő barátunk, aki nagyon sokat jár Magyarországon is, és megtisztelt azzal, hogy több mint két órán keresztül beszélgethettem vele. Részben az ő személyes életútjáról, részben azokról a kérdésekről a világban, amik körülöttünk zajlanak, és amiket ő elemez, és olyan filozófiai, politikai, politika-filozófiai kérdésekről is, amelyekről nagyon ritkán beszél, mert ritkán szokták erről kérdezni, de iszonyatosan izgalmas dolgok, úgyhogy nézzétek meg ezt a rövid kis beszélgetést, és természetesen nézzétek meg a teljeset is a Jeszenszky kaland csatornán, a linket a videó leírása alatt láthatjátok. Miért támadják a progresszívok Izraelt? Azért, mert rájöttek arra, hogy ez Izrael leggyengébb láncszem ebben a pulóverben, amit úgy hívnak, hogy a nyugati civilizáció, innen lehet lebontani. A célpont tulajdonképpen nem Izrael. Izrael a kis sátán, hogy az irániak mondják, az Egyesült Államok a nagy sátán, és az Egyesült Államok se azért, mert ő az Egyesült Államok, hanem azért, mert gyakorlatilag ő a nyugati civilizációnak az alapköve manapság. Ezért támadják Izraelt, a valódi célpont az Egyesült Államok. Hát a nagy sátán most gondoskodik arról, hogy valóban a sátán ügynökei lebontsák belülről. Tehát... Igen, így van, de komolyan dolgoznak ezen, hogy lebontsák belülről a nyugati civilizációt. De ez nagyon érdekes, amit mondasz, ez a, hogy Izrael a nyugat leggyengébb láncszeme, és ezt előrepolt helyőrség. Próbálják a nyugati progresszívek is Izraelen keresztül próbálják. Tehát az első fogás, amit, igen, vagy az első tégla, amit ki lehet ütni a falból. De miről van itt szó tulajdonképpen? Itt arról van szó, hogy az első kérdés az, hogy egy nemzetállam megvédheti a határait. Mert hogyha azt mondják, hogy Izraelnek semmi, nincs joga ahhoz, hogy megvédje a saját határait, akkor Magyarországnak meddig lesz joga megvédeni a határait? Ez az egyik kérdés. A másik kérdés az, hogy a civilizáció szembeszegülhet-e a barbársággal, hogyha barbárok a gyerekeik mögé bújnak, és a gyerekeiket áldozzák föl. Tehát ez egy ilyen tesztkész. Hogyha ez most Izrael elbukik ezen a teszten, akkor itt a magyar határ, a magyar déli határon is a gyerekeiket fogják maguk előtt tolni. Egyszer már csinálták. De akkor, tehát ez a lényeg, tehát ez a lényeg a dologban, hogy ez egy ilyen lakmuszteszt tulajdonképpen, megvizsgálni azt, hogy nyugati civilizáció képes ezt az autoimmun saját autoimmun betegségeim fölülkerekedni, és megvédeni saját magát. Még akkor is, hogyha saját értékeit fordítja vele szembe ez a nagy trükk, hogy a saját értékeit fordítja szemben, ez a óriás. A humanizmust, meg a gyerekek védelmét, meg egy sor olyan dolog, az egyenlőséget, a nők védelmét, ezt próbálják ellenünk fordítani, és hogyha Izrael elbukik ebben a lakmuszteszten, akkor már sosem fogjuk tudni megállni ezt. Izrael milyen megoldást tudna elképzelni? Mire? Hát a békére, a palesztin, valami fajta palesztin önrendelkezésre, legyen az nemzetállam, legyen az autonómia, melyik lenne az a megoldás? Most nehéz azt mondani, hogy Izrael, mert persze ott is vannak különböző gondolatok, meg irányzatok, de talán én van mondtuk, valami mi az, amit fajta... én gondolok. Igen, mi az, amit te gondolsz? Én azt hiszem, hogy nincs minden problémának egy megoldása. Tehát a valóban nagy problémáknak egyszerűen nincsenek megoldásai. Valóban nagy problémákat legfeljebb menedzselni lehet, meg lehet venni egy akkora problémát, amivel nem tudsz együtt élni. Nem, egyáltalán. Nem csinált, én nem akarom, hogy az én lányaim ugyanezekkel a problémákkal küzdködjenek. Az én feladatom az, hogy ezeket a problémákat zanzásítsam. Megpróbáljam az élhetetlen problémákat élhető problémákká tenni. Meg kell próbálnom összezsugorítani ezt a problémát. Én tudom, hogy ezt a kérdést nem lehet megoldani, ennek semmi köze nincs. Nem, ez nem két etnikumnak a konfliktusa, ez egy vallásháború, ez elsősorban egy vallásháború, két civilizációnak a szembenállása, és két etnikumnak is a szembenállása. Ezt nagyon nehéz megoldani, viszont össze lehet zsugorítani ezt a problémát. Én azt hiszem, hogy a Trump béketerv volt az, amelyik egy olyan valóságot teremtett volna, amivel együtt lehet élni. Azt ne várjuk, hogy a másik fél jöjjön, és azt mondja, hogy hát köszönöm szépen, elfogadom, ez tényleg milyen jó ötlet. Csapjunk kezet rá, hogy mondják, nem fognak ebbe belemenni, soha, ennek vallási okai vannak, most nem akarok a teológiai részeibe belemenni, gondolom majd 20,
22-én vagy 23-án van egy vitám Omar Szájfóval, majd ott belemegyünk ebbe a Koránba, meg az iszlám teológiájába, most nem akarok ebbe belemenni. De, hát mire de, ez kikerül, addig ez a lezajlott ja, már. Vallási okok miatt nem mondhatják azt, hogy egy milliméternyi földről nem mondanak. Épp úgy, hogyha konfliktusra kerül a sor, ne felejtsük el, hogy Magyarország egy jelentős része, egy Spanyolországnak, Franciaországnak egy része, és hódoltsági terület volt, és amit egyszer az iszlám meghódított, az waqf, föl van szentelve az iszlámnak, semmilyen hívő muszlim azt nem adhatja vissza, nem mondhat le arról. Tehát ideiglenesen kénytelen lehet lemondani róla, mert az erőviszonyok olyanok, de jóre nem mondhatja azt, hogy kérem, ez most a magyaroké, vagy a franciáké, vagy a spanyoloké. Andalus vissza kell térjen a kalifátushoz. És Magyarország közepe, tehát gyakorlatilag egész Bécs kapujáig. Budapest abszolút beleesik ebbe. Budapest abszolút, igen. Tehát ez gyakorlatilag... Tehát tudjunk róla, hogy... Nincs különbség Budapest és Jeruzsálem. Budapest, Jeruzsálem, Madrid, tudom én, Marseille, Szicília. Hát Marseille elesett, igen. Már most hódoltsági terület. Teljesen mellékes. Tehát ezeket a dolgokat meg kell érteni. Tehát ez olyan szempontból fontos, hogy ne várjuk el, hogy rából nincsenek. Ezt a megoldást legfeljebb rájuk lehet kényszeríteni. Most megint mondok valamit, amitől sikító frászt fog kapni a magyar közönség, de egy háború lezárásának a legbiztosabb módja az, hogy megnyered azt a háborút. Háborúkat meg kell nyerni. Úgyhogy akkor van egy ellen, ki kell mondani azt, minden reggel, mikor fölkelünk, bele kell nézni a tükörbe, és azt mondani, hogy van olyan ellenség, és van olyan győzelem. Ki kell mondani ezt a szót, hogy győzelem. Igen, van egy olyan szó, hogy győzelem, még akkor is, hogyha a mai progresszív, tudom én, tábornokainknak nehéz ezt kimondani. Ezt. Igen, van olyan győzelem, és úgy zársz le egy háborút, hogy megnyered azt a háborút. A hitleri Németország problémáját, meg a birodalmi Japán problémáját úgy zárták le, hogy legyőzték őket. Volt egy győzelem. Teljesen egyértelmű volt valaki, hogy ki győzött, hogy ki veszített. Nem próbálták ezt elkenni egy ilyen szociális munkás, ilyen terapeutikus hülyeségbe. Nem akarok megint beleszólni, de nyilván bárhol föl tudod venni a fonalat, de ugye igen, abszolút értem, amit mondasz, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a különböző háborúkat, amikor lezárták, akkor azok a lezárások, illetve békék tudtak sikeresek lenni, és ilyen szempontból a második világháború végre hosszú idő után egy sikeresen lezárt háború volt szemben az első világháborúval, mert igen, kijelentették, tehát belenéztek a tükörbe, legyőzték Németországot, és Japánt utána belenéztek a tükörbe, ők az ellenség, legyőzték őket, megint belenéztek a tükörbe, megint elmondták, hogy igen, mi győztünk, de egy olyan békét kötöttek, ahol úgymond érdekbeszámítással történt. Tehát nem ledöngölték a földbe, megalázták, megbüntették, ahogy az első világháború után tették Németországgal, Magyarországgal is, teszem hozzá, nagyon fontos, hanem azt mondták, hogy felépítjük újra Németországot. Marshall segélyt kaptak. Oké, hogy az Amerikának megértett, ez nem egy jótékonysági adomány volt, ez egy tök másik kérdés, de Németországot, a vesztes Németországot és a vesztes Japánt pláne bevonták a békébe, tehát nem nélkülük döntöttek fölöttük, bevonták, és prosperitást, alájuk nyúltak, és prosperitás történt. Kelet-Európa rosszabbul járt, mert a Szovjetunió egyszerűen csak elfoglalta, de a több, tehát Németország és Japán amellett, hogy deklaráltan legyőzték őket, mégiscsak, ha nem is egyenrangú partnerként, de partnerként tekintettek rájuk. És ez nagyon ritkán fordult elő a történelemben egyébként általában. Igen. Ezt sem mondanám, mert egyébként Európában korábban is zártak le érdekbeszámítással háborúkat, és akkor sikeres is volt utána a béke. Nyilván nem örökre, de sikeres tudott lenni. Tehát szerintem ezért ez fontos ezt a kérdést tisztázni, nem? Hogy mit jelent? Három dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy... ezek a palesztin területek, nevezzük palesztin területeknek az egyszerűség kedvéért, amiket Izrael elfoglalt, érdemes megnézni azt, hogy milyen fejlődésen mentek át a Jordán meg az egyiptomi megszállásával, soha nem létezett egy önálló palesztin állam. Valószínűleg nem is fog. Tehát ezt mind tragikumként mondom, mert minket megöl ez a probléma, hogy gyakorlatilag van velünk egy sziamikrünk, van, aki haldoklik. Ha meghal a sziamikar, te is meghalsz vele együtt. Tehát ez tisztában kell ebben lenni, de én egyre pessimistább vagyok ebben kapcsolatban. Tehát visszatérve az eredeti kérdésre, ezek a területek 1948 és 67 között Jordán és egyiptomi megszállás alatt voltak. Most érdemes megnézni, milyen fejlődésen mentek át ezek alatt az évek alatt, és milyen fejlődés volt az izraeli megszállás után, mennyit növekedett a lakosság. Tehát ezek az állítások, hogy népírtás, elég gyatran mondja
mondja a népirtásnak, mikor meg tízszereződik. Nem vagyunk túl jók a népirtásból, egy gyatra népirtást. Igen, ez az egyik dolog. A másik dolog, a Trump, második dolog az, hogy a Trump béketervnek ez volt az egyik lényege, hogy dollárokkal fogják kipárnázni ezt az új palesztin államot, és ha nem is lesznek teljesen megelégedve a területi megoldásokkal, vagy a sértett büszkeségük nem lesz sámfázva, de anyagilag az anyagi problémáikat megoldaná az Egyesült Államok. És a harmadik dolog, most elmesélem egy másik szemszögben, egy másik narratívát, hogy mi történt Németországgal és Japánnal. Az történt velük, hogy mind a mai napig megszállás alatt vannak, az történt velük, hogy átnevelték. Katonai megszállás alatt vannak. Úgy Németország, mint Japán, mai napig is Európa amerikai katonai megszállás alatt van. Németország amerikai, Japán amerikai katonai megszállás alatt van. Igen, mert ugye kötelezték a demilitarizálásra azzal, hogy majd megvédik. Egyébként tényleg megvédték a Szovjetuniótól. És átnevelt, deradikalizálták azokat a társadalmakat. Igen. Tehát miért gondolják azt, hogy mi békét tudunk kötni a palesztinokkal anélkül, hogy egy hasonló deradikalizációs folyamatot indítsunk be a palesztin társadalomban? Ha ezt nem hajtjuk végre, akkor fog maradni egy irredenta és sértett, még sértettebb társadalom, mint a két világháború közötti Németország. Igen. Tehát én azt hiszem, hogy a megoldás a palesztinokkal, főleg Gázával szemben, de általában a palesztin társadalommal szemben, ez kéne legyen a sikeres modell, pont amit te említettél.